De hogy így megnézzük ezt a hajót, nekem, amikor először láttam még egy raktárban, a legfontosabb, vagy a legérdekesebb érzés az volt, hogy de úristen, milyen kicsi ez a hajó. Tehát tulajdonképpen most, hogy megnézzük azt, hogy a Balatonon most már abszolút ide nem illő méretű hajókkal pöfeszkednek egyesek, és megnézzük ezt a 31 lábas hajót, aminek igazából óceánon szerintem nem látjuk a párját, de valóban valószínűleg az Adrián sem nagyon. És mondom, most már a Balatonon sem számít ez egy túl nagy méretű hajónak. És ezzel 700 napon keresztül viharokban kétszer fölborultak. Elképesztő, ez egy olyan egy hősköltöménybe illő történet, amit nem szabad, hogy feledésbe merüljön, és amivel minden magyar gyereknek, fiatalnak, sportszeretőnek, természetszeretőnek, vagy akiben van nemzeti érzés, meg kell tudnia ismerkedni, és éppen ezért szeretnénk azt, hogyha a jövőben egy kis nyitott plein air kiállítás keretében, de egy állandó kiállítás keretében magát a történetet, a legfontosabb üzeneteket át tudnánk adni, és egy picit mindenki számára átélhetővé és közel tudnánk hozni ezt a maga nevében teljesen páratlan történetet. Mindig Falándorról és Gál Józsefről úgy gondolkodtam, mint aki azok a hősök, akik ezt a fantasztikus dolgot véghez vitték, ezt több százszor végiglapoztam, ezt a kis füzetet, nagyon vigyáztam rá, úgyhogy idefele én ezt át is adtam a fiaimnak, akiket ezt együtt elolvastuk, és haza már ők fogják vinni. És egy kicsit ez a célunk a hajóval is, a Szent Jupáttal is, úgy, ahogy én anno ezt ezen a füzeten keresztül megkaptam Józsitól és Nánditól, azt az élményt, azt az érzést, azokat az apró vibrációs jeleket, amelyek megmozdítottak bennem valamit, amelyek elindítottak a felé, hogy az embernek mekkora a világ, mi vesz minket körül, de mégis kik vagyunk mi, mégis az, hogy két fiatal fiú álmodik valamit Székesfehérváron a Velencei tó partján, ezt a 80-as években megvalósítja, körülutazza a világot, saját maga két kezével épít egy hajót, ami a mai napig itt van, azután, hogy körbejárta a földet, és ezt az élményt szeretnénk az itt lévő fiataloknak átadni, azt szeretnénk, hogy azzal, hogy itt van ez a hajó, ezt a fantasztikus érzést, azt az érzést, ami az itt lét és a túllétel között köt össze minket, azt az fantasztikus érzést, ami a globalitás és a lokalitás, tehát hogy a világ a miénk, de igazából ami miénk az itt van mögöttem, a hajó, és amit szimbolizál a mögöttünk lévő magyar táj. 40 évvel ezelőtt, nagyon kevés kivétele, 40 évvel ezelőtt csobbant ez a hajó itt a Balaton vizében, úgyhogy szinte pontosan ugyanennyi idő után kerül most vissza a vízre, és számunkra ez egy ilyen életút, hogy végig szalad az ember fején mindaz, ami történt azóta közben, akkor, amikor csináltuk, annyi mindenen gondolkozom ilyenkor, hogy jönnek a pillanatok, a szikrák, és hogy a Józsival jöttünk ide, beszélgettünk, hogy ez a kis epizód úgy kitöltötte az életünket. Jószerével az én fiatal korom, ami még versenysportolóként, kajakkenusként zajlott, az ebben nincs benne, de az azt követő időszak teljes egészében. Ugyan a Szent Jupát útja az egy ilyen bő két éves történet, de mégis az egész életemre kihatással volt, van, és a maradék életemben is ugyanígy szerves része lesz. Életemre nagyon is kihatással volt mindez, és most ez, ami történik, hogy egy picit reneszánszát éljük a régi élménynek, illetve tovább tudunk adni egy csomó közben megélt élményt, az nagy dolog. Köszönöm mindnyájatoknak. Mi elkezdtünk egy álmot építeni, és sikerült fölépíteni. Sőt, aztán ez az álom megvalósult, ugye itt van mögöttünk. És nem csak a hajó valósult meg, hanem az az út, ami tulajdonképpen szerencsénk volt, mert két kajakosnak volt egy nagyon komoly terve, hogy egy igazi sportélményt, egy igazi teljesítményt megvalósítsunk, hogy a déli óceánon körbevitorlázni a földet. Elmondom, hogy 31 lábas hajóval lényegesen kevesebben vitorlázták körbe a földgolyót a déli útvonalon, mint ahányan mondjuk az Everestet megmászták. Egy szó mint száz, az álom fölépítése az, mivel szerencsénk volt, kapukat nyitogatott, és azt hiszem, hogy beletaláltunk egyszer egy rendszerváltási hangulatba, amelyik miatt a Szent Jupát egy valóban ismert történetté vált, tehát két fiatal srác megvalósítja az álmait akármilyen nehéz körülmények közül is. De nyugodtan mondhatom, hogy a mai napig a Nándi az az ember, akivel bármikor a tengerre kimennék bizalommal, és ez megmaradt a régi időkből is. Amikor mi ezt a hajót elkezdtük építeni, 83-at írtunk, amikor vízre tettük 85-öt,
azért még itthon keményen működött ez a bizonyos szocializmus, és amikor nekünk el kellett mennünk Berlinig néhány sárgarénz csavarért, és vízumot meg egyet se kaptunk senkitől, engedélyt, útlevelet senkitől nem kaptunk, akkor azért nekem visszaköszön, hogy ez még a szocialista világ volt, és a kapuk még nem nyíltak. Nagy csodálkozó boci szemek viszont már voltak, és nem tudták, hogy meghalni megyünk, vagy teljesíteni, de hagytak bennünket. Ha meghalnak, akkor azért nincs probléma, ha visszajönnek, azért nincs. Mikor hazajöttünk, nem nagyon sejtettük még, hogy egyre a börtönbe visznek bennünket, vagy megtapsolnak.